Szóval srácok visszatér egy klasszikus, jól bevált videóformátum. Ti is minden nagyon szeretétek ezt a bingózást itt a focis ala alap. FIFA 3, ott van, hogy bármilyen panin is kártyacsomaggal. És hogy arra gondoltam, hogy miért ne nyomnánk újra jó kis bingót, mert nagyon rég volt, nekem is megjött hozzá a kedvem, folytatjuk tovább ezt az update edition széria bontást, holnap pedig lejátszunk egy jó kis fehérvár meccset, de most váltsunk át az asztalra, hiszen már itt van 8 darab csomag, amit én kiválasztottam erre a bingóra. Teljesen random, itt van 8 csomag. Ebből próbáljuk megoldani, és mint láthatjátok, én egy papírait kézzel mértani pontossága felosztottam, látját, ez mindegyik négyzet egyforma szép egyenes vonalakkal, na de viccet félretéve papírjaint felirogattam, de ugye nektek szokás szerint itt lent lesz a bal alsó sarokban, szépen digitálisan megjelenítve egy nagyon király kis tábla, amit ki kell gyűjteni, miután nagyon kevés laptípus van az egész szériában, kell nyitni egy top mindenképpen, tehát azért egy rare kötelező kéne lennie, meg egy Neuer top Ha Neuer lesz a top Master, akkor mind a kettő ugye esélyes, hogy melyik lesz, de az is lehet, hogy ugye nyitunk egy Pedrit, és ugye Neuer még kellene, egy kicsit egy izgalmasan tesszük, Kellőtt Impact Signing 2, Winterstar 5, Captain 3, Fehérvár játékos, három Barcelona alap egy Messi, ugye itt is a topmaster akár még működhet is, illetve van még egy Nikolic Captain, amit kellene kinyitni, sőt úgy is nyomhatjuk, hogyha nyitunk egy topmastert, aki messzi, el lehet dönteni, hogy messzi ez, vagy a topmasterhez kerüljön. Sőt, így is fogjuk csinálni. Erre már a videó előtt is gondoltam, de most már így, videóban meg is beszéltem magam, az tényleg így lesz, hogy majd választani kell. Tehát ezért is lesz izgalmas igazából, hogyha Noyer topmaster nyitok, akkor el kell dönteni Noyerhez, vagy a topmasterhez kerüljön. Szóval nem biztos, hogy meg lesz a 9x9-es bingo. Viszont után ugye kevés lap típus van, tehát itt láthatjátok is, van Fence, Power, Gold és Rare, meg Mate, de hát ugye Teammate 4 vagy öt darab is van egy ilyen csomagban. Elég nehéz volt összeállítani. Megpróbálkoztam vele, kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerül, úgyhogy én azt mondom, bontsuk is az első csomagot. Elég volt a szövegből. És szurkoljatok srácok, aztán lehet, hogy nulla darab Top Master jön az egész videó... -ban. Egyből az első csomagból. Jézusom, ott van a Messi topmaster, és az előbb mondtam, hogy inkább legyen úgy, hogy választani kell, ott a topmaster srácok, hát ez egyértelmű, hát nem, nem, a topmaster fogom, a topmaster fogom, mert van Timmét Messi, úgyhogy a topmaster már meg is van egyből, van itt még egy fans favorite, utána egy olimpiákos Barca, de ezt, nagyon szuper van még egy Campuzano és Mendes a PSG-ből, viszont már az első csomagból egész jól jött. Hát egyből beadta a Topmaster srácok. Nagyon komoly. Nagyon-nagyon komoly. Nézzük is a második csomagot. Van még egy Álvarez. Ott van messzi a PSG-ből. Ez az srác, bejött a taktika. Nagyon jó. Dupla messzi, rettentően jó. Van még egy Gomez, illetve egy Lodi utána van még egy Impact Signing, illetve egy liverpool Captain, úgyhogy ide jön az Impact Signing. Nagyon-nagyon király srácok, rettentő jól alakulunk, két csomagot bontottunk ki, de hát a legritkább mező az már meg is van. Nézzük tovább. Fans favorite Laport, City, és nincs több csillogós. Van még egy Chan Hanoglu, ott van Realból Rodrigo, aztán Palmeirászos, van még egy Boca Juniors, illetve Dembélé a Lyonból, úgyhogy ebből a pakból senkit nem tudtunk félretenni. Vagyis oda egy Captain hoppá hoppá Henderson, lehet már írtatok is közben a premieren a chaten, vagy kommentben, hogy de ott volt a Captain. Na, gyorsan eszembe is jutott. Menjünk tovább, elérkezünk a csomagok feléhez, ami azt jelenti, hogy kb. mindegyik csomagból lassan Captainnek kéne jönnie. Nézzük is, hogy mi fog jönni. Egy Griezmann Impact Signing, ott van egy Noyer Captain, és ugye mi Noyer Top Master-t írtunk fel, sajnos nem Noyer lapot, Impact Signingból is jó lenne összeszedni, de hát ugye azért írtam ennyivel többet, mert ugye elég ritkák, te 8 csomagot bontunk, Powerből 2, tehát ugye ez Power típusú, minden második csomagban van, tehát elméletileg 4, az meg túl egyszerű lett volna, meg lehet, hogy kifogjuk, ugye? illetve ugye a, a Winter is azért írtam kettőt, mert öt csomagonként van. Úgyhogy még bármi meg lehet igazából így is. Van még egy Lingard, egy Mukoko, van még egy Araujo, illetve Brandt, úgyhogy a Barcelonás mező is alakul. Most van még négy csomag, tehát a videó feléhez érkeztünk, és ott van a Winter Star Lewandowski. Ez az. Már csak egy Winter Star kellene viszont a alatta lévő nem kell, ez sima fans favorite viccel, fordítsuk meg Alfonso Davis, Zinchenko, Diaz, illetve Tiago a Liverpoolból. Azért szépen alakul, a Neuer Topmasterre rettentő kicsi az esély, hogy a Nikolic Captainre is, viszont legalább nyitunk itt egy következő Zabicer Impact Signingot, alatt a Busquets Captain vagy Barszához tegyük. Na ez egy nagyon jó kérdés. A, gyarap, gyarapítsuk a captain -t. Bár ugye a Barca megrende, de szerintem jönni fog még Barca játékos erre-erre. Lukaku, Chelsea, Dumfries, illetve Tonali. Fehérváriak viszont hol vannak? Nem jönnek a Fehérvári lapok, és két csomag van hátra. Viszont a captain az jött. Már csak egy captain kell, az utolsó csomagon fog múlni minden. Ott van Handanovic, van még egy Valverde, egy Roca, egy Fred. Csak mondani kellett a Fehérváriakat, már is megjött az első. De hát kell még kettő. Végén van egy agyakszos Timber, úgyhogy ö, szerintem a Férvári nem lesz, meg a Noyer Topmaster meg tényleg nem Bár már sikerült beszerezni, csak gondoltam jó oda odaírni. És nem lesz meg a Captain. Van még egy barszás, viszont akkor így, így döntök, hogy meg a három barsza Impact Signing. Mert oda még kellene ezen kívül még egy, és ugye azt lehetetlen összeszedni. Van még egy megkenni, azt még van egy dahud egy Lemar, egy Pedrinho, illetve egy Csupo Moting A leges legvégén Úgyhogy srácok, hát nem alakult Valami jól, három mezőt sikerült Megtölteni, megnézhetjük Tíz csomaggal, már teljesen más Mezőkkel, sőt nyugodtan Írjatok ötleteket srácok, hogy mégis milyen, mit legyenek a 9 mezőn a top master mellett? Tehát, ugye egy adott a másik 8 mezőn mi legyen, íratok kommentben ötleteket, és megvalósítjuk a ti bingótokat 10 csomaggal majd a jövő héten. a szóval kommentben nyugodtan íratok ötleteket. A 9 mezőből három lett meg, 2, sőt a legnehezebb már a legelején, arra azért nagyon boldog vagyok. Még egy kettőn kellett volna, ugye de nehéz kinyitni. Ugye fans Favourite minden csomagban van, tehát fans típusú alap simán lehet egy fans Favourite is helyette, de majdnem összejött. Illetve hogy a Barca is összejött, ugye ide is már csak kettő kellett volna. Na de így állunk. Ugye srácok, ez lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Én tenni -ten élveztem, és remélem ti is. És holnap a mérkőzéssel fogjuk tovább nyomni. Ugye azzal a fejvár párosítással, az lesz a fejvár ellenfele, amelyik komment a legtöbb lájkot kapta a videón még ugye a PSG Ajaxon, én ezt már tudom, fel is veszem, úgyhogy srácok, legyetek jó, holnap találkozunk, sziasztok!